Folyamatosan érkeznek az emberek ivóvizet tölteni a település hat pontján felállított 1000 és 2000 literes tartályokból. A csapvízben koliformot, azaz szennyvízből eredő baktériumot találtak az ellenőrzés során. Az embereket váratlanul érte a hír, szerencsére komolyabb fertőzéstől és járványtól nem kell tartani. Mindenkinek rosszul esett, ez biztos. Ha hányszor kérünk jönni, majd ezt lássuk meg, hogy meddig tart ez a mindenség. Szent Tamás a Popovacsa forrásból kapja az ivóvizet. Január 20-án a Vajdasági Közegészségügyi Intézet innen vett vízmintát, ami kétes minőségűnek bizonyult. Ljudi su znemireni, sve količine vode su pokupovane po prodavnicama. Uzorci su uzeti na dva mesta, jedan je javna česma ispred prodavnice u blizini dva groblja, a drugi uzorak je uzet sa česme u toaletu na izvorištu pijaće vode. A Rajcsúr településen levő kutat már lezárták, mert itt is fertőzött a víz. Jelenleg csak a központban levő sárga kút víze iható. Anyám ezt a tiszta még mostan kivittesz, hogy mérgezi a víz, Szent Tamáson nincsen megfelelő higiénai minősége neki, úgyhogy most mindenki itt, ez van, vagy a ciszternában másik nincsen. Ezt azt mondják, hogy egészséges, a jó. Nem mérgező, nincsen benne baktériumok, nincsen hémiai semmiaiság. Ezt javasolták. A településen levő tartályokat a Vöröskereszt helyi szervezete bocsájtotta a lakosok rendelkezésére. Iskolák, óvodák és az irodák, a második pedig, aki majd azért szociális gonddal küzdő embereknek, népkonyha használóiknak, és akkor ezeknek fogjuk biztosítani az ivóvizet. A településen január 30-án pénteken újabb vízmintákat vett a közegészségügyi intézet. A válságtörzs csak a hétfői eredmények után hoz rendeletet a további intézkedésekről.